Kedves nézőink, üdvözöljük Önöket! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Magyarországon évente mintegy 8000 gyermek jön a világra a terhesség 37. hetét megelőző időszakban, vagyis az újszülöttek nagyjából 10%-a koraszülöttnek számít. Jövünk hamarosan a részletekkel, előtte azonban mutatjuk a teljes kínálatot. Magyar Tudomány ünnepe, előadásokkal készültek a Nyíregyházi Egyetemen. Koraszülöttek világnapja, segítség az érintett családoknak. Újabb kutyafuttatók Nyíregyháza három város részén épültek. A Nyíregyházi Egyetem 11 intézetében várják tudományos előadások a hallgatókat és oktatókat. A Magyar Tudomány ünnepének megnyitó rendezvényén kitüntetéseket adtak át, és arra is keresték a választ, hogy az oktatásban vajon meddig hasznos a mesterséges intelligencia igénybevétele, mind hallgatói, mind oktatói oldalról nézve. Ez a hónap a művészetekről és a tudományokról szól az intézményben. Nem csak neves előadók prezentációit nézhetik és hallgathatják meg az érdeklődők a Nyíregyházi Egyetem nagy előadójában a tudomány ünnepén, hanem igyekeznek évről évre elismerni azokat az oktatókat, akiket a tudományos tanács arra alkalmasnak talál. A Magyar Tudomány és Művészet ünnepe a Nyíregyházi Egyetemen. Mit is foglal ez magában, és mióta tart ez a kezdeményezés? Nagy örömünkre szolgál, hogy immár, ha jól számolom, 21-szer rendezzük meg ezt az ünnepet. Gyakorlatilag a központi rendezvényt követjük, tehát a Magyar Tudományos Akadémia kereken 20-21 évvel ezelőtt alapította meg ezt az ünnepség sorozatot, és mivel mi is művelői vagyunk nagyon sok tudományterületnek, mint a tudományos tanács elnöke, mondom ezt most önöknek, több mint 9 tudományterületen vagyunk otthon, ezért természetes, hogy mi is megünnepeljük ezt az ünnepet. Az egyetemnek van egy tudományos tanácsa, mondhatni tudós társasága, és hasonlóan 1823. november 3-hoz, ugye, amikor Széchenyi gróf felajánlotta éves jövedelmének nagy hányadát arra, hogy Magyar Tudós Társaság alakuljon, mi is egyfajta tudós társaságot alkotunk. Ez a tudományos tanács, ha jól emlékszem, már 24. éve működik, és kezdetek kezdetén alapítottunk egy díjat. Ezt junior és senior, tehát idősebb befutott kutatóknak, illetve fiatal kollégáknak adjuk át, és ennek a neve az, hogy a tudományi művészetért díj. Ez egy dologi kiadásra, tehát mondjuk egy konferencia részvételre szolgáló szerénypénz kerettel is jár egyébként. Tehát ma ezt ünnepeljük, azokat a fiatal kollégákat, akik most bizonyítottak, és azok, akik már befutottak. Illetve hagyományképp ez az is, hosszú-hosszú évek óta, hogy neves külső előadót hívunk meg erre az ünnepre. Most dr. Setényi János az MCC-től, a Matthias Corvinus Egyetemtől tisztelt meg minket, aki szerintem mindenkit érdeklő témát fog majd előadni, neki volt előadóként, arról fog beszélni, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan tudjuk alkalmazni az oktatásunk, a felsőoktatás során többek között. Ez ma egy sláger téma, és az egyetemnek azért kell ezzel foglalkoznia, mert ez a jelenség már behatolt a diákok életébe. Részben az oktatóiba is, de az oktatók egyre gyakrabban találkoznak olyan beadott dolgozatokkal, munkákkal, amiben már a ChatGPT és más eszközök is besegítettek. A mai előadás azt szolgálja, hogy egy kicsit fölülről nézzünk erre, tudatosabban, ne féljünk tőle, próbáljuk az előnyeit kihasználni, és ugyanakkor nagyon határozott filozófikus elhatárolódások is lesznek, a tekintetben, hogy mire képes a gép, ez a függvényhalmaz, és hogy mikor fogja ez elérni az emberek képességeit, ami reményeink szerint soha nem fog bekövetkezni. Kétféle diákkal találkozik ma az, aki ezt kutatja. Az egyik az, aki kinyomtatja a gép által írt szöveget, és ez beadja munkának. A másik pedig az, és ez a nyilvánvalóan ez az előremutató dolog, aki ezt nyersanyagnak használja, és tulajdonképpen arra használja, hogy ne üres oldalakkal kezdje a munkáját. Utána ezt elkezdi dúsítani, képeket rak oda, idézeteket, átírja a szöveget, mélyíti, kutat, és tulajdonképpen időt takarít meg, tehát egy ilyen praktikus gyorsító eszközként használja, de beleteszi a munkáját. És nyilván az a cél, hogy
használjuk ki ezt a gyorsító eszköz funkciót, de ugyanakkor a diákok minőségi munkáját is tegyük bele. Mondok még egy példát, hogy hat a környezetünkre most az értékelést átalakítja az oktatásban. Korábban, ha egy tanuló beadott egy dolgozatot, ugye, és az már ott van, az már hármas körülbelül, az már közepes. És akkor megnéztük, hogy ez milyen minőségű munka, mert lehet, hogy jobb jegyet is adhattunk neki. Ma, hogyha a gép ezt tudja, ha beadnak nekem egy ilyen dolgozatot, az még nulla. Az nem jelent semmit. Hát azt írhatta a gép is. Meg kell néznünk, és valószínűleg nem ilyen típusú feladatokat kell adni a jövőben a diákoknak. Ezt a robot a gép megcsinálja, hanem sokkal intelligensebb és személyesebb lesz az értékelés is. Ha jól értelmezem, akkor ez esetben igazából a kreativitásnak lehet egy inspirációja az, hogyha a mesterséges intelligenciát használjuk, de úgymond az élet minden területén? Igen, erről fog szólni az előadás, hogy tulajdonképpen annyi történik, hogy a mesterséges intelligencia egy ilyen targoncaként egy szinttel feljebb nyom mindenkit. Azt, amit kazánfűtésnek hívunk, robotmunkának, azt meg fogja csinálni a gép, intelligensebb dolgokra nem alkalmas, mindig az ember fog dönteni, és nekünk pedig kapaszkodni kell, hogy a felszabaduló időt milyen kreatív dolgokkal töltjük ki, mert dolgozatjavítás, vagy óratervelőállítás és hasonló dolgokra, mondjuk az iskola területén nem kell majd időt pazarolni. Ezt meg fogja oldani a mesterséges intelligencia. De akkor mit fogunk mit csinálni, hogyha nem a tankönyvet olvassuk föl órán? Díjat vehetett át Kosztyuné dr. Krajnyák Edit, dr. Habil Gulyás László Szabolcs és dr. Koleszár Gergő, aki egyéb elfoglaltsága okán nem tudott részt venni az eseményen. Szabó György rektor köszöntőjében a mai kor kihívásairól beszélt, és arról, hogy pont ezen kihívások miatt nem lehet kutatóként sem tétlenkedni. Tudományünnepe a Nyíregyházi Egyetemen a hallgatók és az oktatók szempontjából is mennyire fontos az, hogy a művészetnek és a tudománynak ilyen módon is teret engedjünk? Érdemes lenne a kérdést egy kicsit szélesebb perspektívával megvizsgálni. Miért van egyáltalán szükség egy ilyen rendezvényre a 21. században? Ha szembesülünk azzal, hogy az elmúlt emberöltők alatt a tudomány, technológiai fejlődés milyen gyümölcsei szolgálták a társadalmat, akkor azt látjuk, hogy ez egy nagyon ingadozó, tehát van, amikor nagyon erős a hitünk a tudományba, a boldog 50-es évek tudomány termelőerévé válására gondolunk például, és látjuk, hogy nagyon sok olyan vakvágány megszületett, akár a mezőgazdaságban, akár a városiasodás, egészségügy, gyógyszeriparnak a tudományra alapozott, de aztán társadalmi konfliktusokat generáló problémáival szembesülhetünk. Visszatérve az alapgondolathoz, azt lehet látni, hogy a tudomány 2024-ben egy kicsit megbicsaklott, tehát fontos lenne, hogy mind a hallgatóknak, mind az oktatókutatóknak a hitét visszaadjuk, hiszen a társadalmi elfogadottsága a Magyar Tudományos Akadémiának és a tudománynak a legjelentősebb, tehát szükségünk van egy hiteles, az emberi élet teljességét szem előtt tartó eszközrendszerre, és mind a mai napig a tudomány tudja ezt a hivatást betölteni. De ehhez az kell, hogy ez hiteles legyen, széles társadalmi elfogadottsága legyen, ez jelenleg esetenként ugye hullámzik, tehát nem nélkülözhető, hogy megerősítsük a kollégákat, hogy nem vakvágányon járunk, tehát ugye elértük a közelmúltba a 8 milliárdos földlakó létszámot. Ez hihetetlen terhet jelent. Az urbanizáció, az infrastruktúra fejlesztés, a természeti erőforrások hasznosítása ezzel való felelős gazdálkodás oltárán, és ugye amit el kellene kerülnünk, akár a globális éghajlatváltozásra, akár a környezetszennyezésre gondolunk, az, hogy a rövidtávú előnyök érdekében a jövőnket feléljük. Ez a tényekre, tudományos evidenciákra alapuló döntéstámogatás nélkül elképzelhetetlen. Novemberben az ünnephez kapcsolódóan többnapos szervezett program várja az érteklődőket a Nyíregyházi Egyetem különböző intézeteiben. Ezekről az egyetem honlapján tájékozódhatnak a tudományok és művészetek kedvelői.
A koraszülöttek világnapját minden év november 17-én tartják, hogy világszerte felhívják a figyelmet a koraszülésre és az ebben érintett családok küzdelmére. A Földön nagyjából minden tizedik csecsemő koraszülöttként jön a világra. A koraszülésnek számos veszélye van, a babák nem csak kisebbek, de a szervezetük is éretlenebb, mint a betöltött 37. hét után született újszülöttek esetében. A koraszülés bárkinél előfordulhat, de vannak tényezők, amelyek növelik a kockázatot. A témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban dr. Marján Erzsébet neonatológus főorvos, a Vármegyei Oktatókórház részlegvezetője. Köszönjük szépen, doktornő, hogy itt van nálunk. Beszéljünk akkor először a statisztikákról. Ugye a felvezetőben elhangzott, hogy a Földön minden tizedik szülés kora szülés gyakorlatilag. Ez egyébként hazánkra is igaz, illetve a megyénkre. Önök mit tapasztalnak ebből? Hát a hazánkra is egyértelműen érvényes, ez 10-12% a gyakoriság. A mi régiónkban szintén talán inkább a 12-t közelíti, és amit azért megjegyezni kívánok, hogy az elmúlt 8-10 évben számottevően ez nem csökkent. Tehát a gyakoriság az körülbelül változatlannak mondható. Természetesen a beteg szám az évről évre kis ingadozást mutat, de a koraszülött intenzív osztályunkon évente mintegy 500 beteg újszülöttet kezelünk, és 100-110-re tehető azon koraszülötteknek a száma, akik 1500 g alatti testtömeggel jönnek a világra, tehát a 32. terhességi hét, vagy annál fiatalabb terhességi hétről jönnek a világra. Ezek a gyerekek számszerűleg évente egy 100-110 éretlen vagy extrém éretlen koraszülött. Beszéljünk, hát természetesen az ember, hogyha hall ilyet, hogy koraszülés, akkor azért felvetődik benne, hogy mik lehetnek a kiváltó okok. Vannak egyáltalán olyan nevén nevezhető kiváltó okok, amelyeket mindenképpen érdemes megemlíteni? Hát a kiváltó okok azok sokrétűek. Ha megvizsgáljuk ezeket az anyai oldalról, akkor nagyon sokat számít az, hogy az anya milyen életkorú, tehát a nagyon fiatal életkor, illetve a kitolt 40 év vagy a fölötti életkor rizikónak számít. Tehát a kétszélsőség. A kétszélsőség, ha az anyának van krónikus betegsége, akár kezelve van, akár kezelés alatt is áll, ezek befolyásolják. Akkor olyan betegségek, amelyek a várandóság alatt alakulnak ki, mert a terhesség alatt egy nagyon sajátos immun státuszban van az anya, és fogékonyabb számos olyan betegségre, fertőzésre, amire a nem várandós anyák, ez is sokat számít. Az is lényeges, hogy a többes terhességből nagyobb a valószínűsége annak, hogy koraszülés lesz. Ez a dolgok egyik oldala, a másik pedig maguk a magzatok. Nagyon lényeges az, hogy a magzati fejlődés megfelelő-e, ez nyilván nem csak az anyai táplálkozással és azokkal a körülményekkel függ össze, amit az anya megpróbál a magzatának biztosítani, a magzatnak is lehetnek olyan betegségei vagy eltérései, amik hajlamosíthatnak koraszülésre. Tehát ha sorra vesszük, akkor számos olyan tényező van, ami kockázatként jelölhető meg, és igazából fölkészülni arra, hogy koraszülés lesz, nem olyan egyszerű, és nem is olyan könnyű. De mégis egyébként, hogyha valaki gyerekvállalás előtt áll, még csak tervezgetik a családban, a fejükben megfogalmazódott bennük a gondolat, hogy szeretnének gyerkőcöt, vannak-e olyan tanácsok, amelyekkel a kockázati tényezőket, a kockázatot azért lehet csökkenteni, akár életmódbeli? Tehát a várandóság előtt mindenképpen az életmódbeli, itt nem csak a dohányzásról vagy egyéb más káros szenvedélyről érdemes beszélni, érdemes arról beszélni, hogy egy szűrővizsgálatot elvégezni a várandóság előtt vagy a tervezés idején. Nyilvánvalóan látjuk azt, hogy napjainkban, hazánkban is a túlsúlyos százalékos arány is nagyon megnőtt az elmúlt évtizedben, tehát törekedni kell arra, hogy legyen az embernek egy optimális testsúlya,
ha lehet, akkor ez irányban tenni kell, mielőtt még az ember erre vállalkozna. Tehát még illetve, előtt teherbe esik valaki. Így van, illetve hát a tervezésnél mindenképpen a nőgyógyász és tülész-nőgyógyász kollégáinkkal egy előzetes konzultáció az mindenképpen javasolt, és természetesen még mindig jöhetnek váratlanul olyan dolgok, ami akkor derül ki, vagy éppenséggel a terhesség vagy a várandóság során fog kiderülni, de ezek alapvetően fontosak. A genetika az mennyire számíthat? Hát napjainkban azért már ott tartunk, hogy számos olyan információ van a birtokunkban, megelőző várandóságból született gyermeknél, ha volt valami eltérés a családban előforduló genetikai betegségek vagy krónikus betegségek, ezeknek egy részére szűrési lehetőség van. Természetesen általában, mikor az anyák fordulnak a szülésznőgyógyászhoz ilyen kérésekkel, akkor már nagyjából körvonalazódik az, hogy érdemes-e akár az anyánál is ilyen irányú vizsgálatot végezni, illetve hogy milyen kockázattal jár ez a várandóság, és hogy a várandóságnak a korai időszakában akkor érdemes ezt tovább kibővíteni, akár úgy is, hogy a magzatról információhoz jutni. Azt gondolom, hogy ennek egy elenyésző százaléka az, ami koraszüléshez vedethet, illetve ami nagyon komoly problémát okozhat. Ebben talán mi jobbak vagyunk, mint az egyéb tényezőkben, úgy gondolom. Jól értelmeztem, akkor tanácsadással is foglalkoznak? Tehát ha valakiben felvetődik bármilyen kérdés? A szülésznőgyógyászok mindenképpen, amennyiben igény van arra vonatkozóan, hogy neonatológus vagy genetikával foglalkozó gyerekgyógyász, szakorvos ezen a konzultáción jelen legyen, akkor ez végül is megoldható, és segítünk is, hogyha ilyen jellegű probléma van, különösen akkor, ha megelőzően volt már koraszülés, vagy megelőzően volt már olyan probléma, amiben tevőlegesen mi is akár kezeltük a gyereket, vagy éppenség a családnak valamelyik családtagját akár gyógyítottuk is, tehát ebben biztosan partnerek tudunk lenni. Gondolom a szakmája során előfordultak azért szép élmények, amelyek mindenképpen megőrződtek önben, kellemes emlékén tud mondani néhány dolgot, amikor eléggé extrém volt az eset, nagyon izgultak, hogy megmarad-e a baba is. Extrém egy olyan már felnőtt nőnek az esete, ő már 20. éves, és nagyon, nagyon éretlen koraszülöttként, azért 20 évvel ezelőtt súlyos komplikációkkal élt ott az első pár hetét, és felsőfokú végzettsége van, verses kötete, rövid kis eszély jelentek meg. Én azt gondolom, hogy olyan jó érzés az embernek nem csak az ő művét a kezébe venni, hanem maga az a tény, hogy ez is bizonyítja, hogy valahol igazából nem tudjuk azt megmondani, hogy kiben mi rejlik, és az a fajta alázat, amivel ezt nekünk a gyerekeket kezelni kell, az mindig arra ösztökél engem is, hogy nincs olyan eset, ahol ne lehetne próbálkozni a végsőkig. Tehát ez biztos, hogy kimerem mondani, hogy ez valamennyiünkre érvényes, hogy a végsőkig, ameddig csak egy kicsi remény is van arra, hogy gyógyítható a baba. Mert hogyha gyógyítható, akkor utána még azért maradhatnak olyan károsodásai, amelyeket a későbbiek folyamán azért komoly munkát igényelhet az, hogy ezt kigyógyítsák terápián keresztül. Hát ha végignézzük az életútját egy ilyen nagyon pici koraszülöttnek, tételezzük fel, hogy egy 26. terhességi hétre megszületett olyan közel 1000 g testtömeggel, akkor ő jó esetben egy 10-12-14 hetet tölt az intenzív osztályon, innen kikerülve egy ilyen szubintenzív részen, ahol ugye táplálkozással, a fejlődés egyéb aspektusaival is foglalkozunk, és amikor a babák eljutnak oda, hogy hazakerülnek, még mindig számos olyan dologban, ami a kórházi körülmények között elkezdődik, de nem fejeződik be. És innentől jön az, hogy egy fejlődés neurológiai vonalra át
kerülnek a babák, szerencsés helyzetben vagyunk itt a Vármegyei Kórházban, mert a gyermekrehabilitációs osztályon dolgoznak olyan szakemberek, akik ebben nekünk nagy segítséget tudnak adni, és természetesen az ellátás az nagyon összetett, a szemészeti szűrés, a szemészeti nyomonkövetés, tehát az érzékszerveknek a működése, vagy a fellépő problémáknak a mielőbbi kezelése nagyon-nagyon fontos. Gondoljunk arra, hogy egy érzékszervi fogyatékosság mennyiben megnehezíti a babáknak a fejlődését, tehát ezekre mindre fókuszálnunk kell. Hál' Istennek ehhez a szakemberek partnerek, ez akár mondom az intézményünkben, vagy az intézményünkön kívül is. Tehát van utókövetés, van rehabilitáció, még pár mondat erejéig mindjárt beszélünk erről, de még azért kíváncsi lennék arra, hogy az elmúlt években, évtizedekben mennyire fejlődött a tudomány, a technika, tehát hogy mennyire van nagyobb túlélési esélye egy koraszülöttnek, mint korábban. Hát én úgy gondolom, szerencsésnek mondhatom magam ezek alatt, az évtizedek alatt, hogy el tudtuk azt érni, hogy ma már nem feltétlenül nagy kihívás egy nagyon éretlen babának a kezelése vagy az ellátása. A magyarországi intenzív, neonatális intenzív központok felszereltsége az közel hasonló, tehát azok az eszközök, amelyekkel a kezelésüket biztosítanunk kell, ezek rendelkezésre állnak. Megmerem azt kockáztatni, hogy körülbelül durván az európai színvonalnak csak nem megfelelően, tehát az eszközök azok adottak. A humán erőforrás is nyilván akadozhat néha, de azért alapvetően adott, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10-15 év az nagy változást hozott, és itt nem csak abban, hogy túlélik a babák a kritikus időszakot, hanem az életminőségük is lényegesen jobb lett ez alatt az idő alatt. Beszéljünk akkor magáról a koraszülött világnapról, hiszen volt egy rendezvény, és hát ugye ez azért is fontos az utánkövetés szempontjából is, mert ugye ide olyan koraszülötteket hívtak, akik már akár felnőttek. Hát majdnem. Ugye? Tehát találkozhattak velük. Igen, igen. Hát ugye 2008-ra tehető, hogy először megfogalmazódott Európában, hogy a koraszülöttek megérdemelnének egy olyan napot, amikor megemlékezünk róluk, és ez 2013-ban már több európai, meg egyéb régióban lévő országokban elindult ez a kezdeményezés, és 10 éve Magyarországon is, azóta ezeket próbáljuk fókuszba helyezni, megünnepelni, és ilyen alkalmakkor megpróbáljuk felkeresni azokat a volt koraszülöttjeinket, a családtagjaikat, és egy ilyen kötetlen beszélgetésre jó látni azt, hogy mivé válnak a gyerekek, és igazából szerintem ez egy plusz motiváció a csapatunk számára. A tegnapi napon ez a Csodavárban történt, ez a találkozó, nővérkék a osztályunkról, orvosok, a szülők, a kisgyerekekkel, és akkor ez egy ilyen jó délutáni program volt. Én azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát. Nagyon jól sült el. Ennek örülünk, doktornő. Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Köszönöm én is. 8-ról 11-re bővült a kutyafuttatók száma Nyíregyháza közigazgatási területén. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány támogatásából 24 millió forint értékben 3 új kutyafuttatót alakítottak ki a város sóstói részén, a Hímes utca végén, valamint Nyírszőlősön. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, a cél az, hogy Nyíregyháza 2024-ben állatbarát önkormányzattá váljon. Ennek érdekében az idén is számos lépést tettek. És mindenkinek a keze alatt szépen, simogassák. Mindenki keze alatt átsétálnak ezek a kutyák a bemutató foglalkozáson Nyírszőlősön, ahol új kutyafuttatót alakítottak ki. Bár Nyírszőlős kertes házakból álló lakóövezet, sokan gondolják úgy, hogy a kutyának nem csak a házőrzés az osztály része. Ez egyértelműen lakosságigény volt, hogy itt körbetekintünk, akkor egy közösségi parknak vagyunk a szélén. Itt van játszótér, futókör, kondipark, kosárlabdapálya, szaunasütő, tehát itt egy igazi multifunkcionális közösségi parkban vagyunk, és gyakorlatilag napirenden voltak azok az ütközések, amikor lehettek a családok akár állattal, kutyával anélkül, és hogy a kutya szabadon van, veszélyes esetben bemegy a homokozóba, és olyan dolgokat tesz, amit nem kellene. Tehát volt egy alapfeszültség,
és ez a kutyafuttató ezt a problémát megoldja, hiszen a család jöhet együtt, kutyával külön tudnak foglalkozni, és nem zavarja a többieket. Tehát gyakorlatilag itt a közösségi parknak a kényelmes és mindenki számára elfogadható használatát segítést támogatja, és ezzel a kutyatartók is egy megfelelő helyszínt kaptak. Nyírszőlős igaz, hogy egy kertvárosi városrész Nyíregyházán, de ne felejtsük el azt, hogy 10 kilométerre vagyunk a centrumtól, és itt több mint 5000 ember él nyírszőlősen. Tehát ebben a kertvárosi övezetben is komoly igény van arra, hogy lejönnek az emberek ide a parkba, gyerekkel, kutyával, és itt együtt töltsék a szabadidőt, és rengeteg rendezvényünk van, ahol szintén megjelenhetnek az emberek kutyával is. Tehát nagyon is helyén való, és nagyon is helyén van ez a kutyafutató itt nyírszőlősen. Úgyhogy köszönjük az önkormányzatnak, és köszönjük a kormányzatnak ezt a lehetőséget. Nyíregyházán hivatalosan jelenleg 11 kutyafuttató található a város különböző pontjain. A városvezetés igyekszik minden lehívható forrást megpályázni, mondta el Kovács Ferenc polgármester. A mostani beruházásra összesen 24 millió forintot nyertek, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól, így a nyírszőlősi mellett további két kutyafuttatót hoztak létre. Egy lett Sóstól, a másik lett a Himesben, a harmadik itt. Ugye jellemző, hogy olyan helyekre, mind a három kertvárosi városrészen Nyíregyházának, de mindenütt szükség van. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Ovádi Péter államtitkár azt mondta, senki számára nem kötelező házi állatot tartani, aki viszont az állattartás mellett dönt, az felelősséggel tartozik. Ovádi Péter az önkormányzatokra is kitért, és azt mondta, Nyíregyháza vezetése elkötelezett az állatbarát intézkedések tekintetében. A kormányzatnak kiemelt célja az, hogy az állatvédelemre odafigyeljük, és jó, hogyha olyan partnereink vannak, mint a Nyíregyházi önkormányzat, ahol a polgármestere, az országgyűlési képviselőkkel is könnyű az együttműködését, mindannyian szeretnének az állatvédelemmel is többet foglalkozni. Nagyon jó, hogy Nyíregyháza már elindult ez az úton, hiszen nem most lettek ennek lerakva az alapjai, hanem már 10 évvel ezelőtt elindult ez a program, és a kormányzat természetesen az ilyen programokat továbbá tudja támogatni. Én azt mondom, igen, ha lakosság arányosan jól állunk, de természetesen vannak még ambíciónk, és természetesen a városvezetésnek is vannak még ambíciói. Azért jó egyébként egy kutyafuttató, nem csak azért, mert szabadon tudjuk ott engedni a kutyánkat, hanem igazi közösségi térre is tud fejlődni. Mögöttem is látszik az, hogy oktatásokat lehet behozni. Nagyon fontos számunkra az, hogy a gyermekeket edukáljuk. Ugye az állatvédelmi témahetet is azért indítottuk el. Országosan 315 ezer gyermeket tudtunk bevonni az állatvédelmi témahétbe. Itt Nyíregyházán is nagyon sok iskola részt vett ebbe a programba. Innen is köszönöm a pedagógusoknak a hozzáállását, hiszen azt is mindig elmondjuk, hogy a magyar gyermek az a jövő állattartója, és hogyha egy olyan generáció nő fel, akiknek a felelős állattartás már alapfogalom, akkor sokat tettünk az állatvédelemért. Nagyon fontos az, hogy támogassuk a civil szervezeteket. Az állatvédelem rengeteget köszönhet a civil társadalomnak és a civil szervezeteknek. Támogatjuk őket kormányzati szintre is. Több olyan pályázatot már kiírtunk, ahol csak az állatvédő civil szervezetek tudtak pályázni. Kutyafuttatók létesítése, edukációba való elhelyezés, programok tartása, egyetemeken is már ott vagyunk a képzésekkel. Tehát mind-mind olyan kormányzati program, akár az ebrendészeti telepeknek a fejlesztése, ami illeszkedik az állatvédelemhez, és én azt gondolom, hogy a kormányzatnak is ez a kiemelt szerepe, hogy évről évre fejlesztük az állatvédelmet. Nagyon nagy sikerű volt ez a Magyar Falu Program által támogatott pályázatunk, ott 14 ezer kutya vagy macska ivartanítására kerül sor. Ugye a kóborállatállomány Magyarországon elég magasnak mondható, csak az ivartanítás az egyedüli, amely megoldás jelent, és igen, jövőre szeretnénk újra kiírni egy ilyen pályázatot. Nagyon sok település jelezte azt, hogy szívesen részt venne ebbe a pályázatba, és a felelős állattartásban reményeink szerint az is hozzátartozik, hogy ivartanítsuk a házi kedvencünket, úgyhogy igenis ehhez a kormányzat megpróbál minden segítséget megadni. Magira forog. Hogy mutattam, hogy forog? Megkavartam a bablevest, ugye? Megkavartam a bablevest? Igen! Mutatom, hogy tolasson hátra. Hogy csináltam? Aki így bizony, és topogok felé. Tolak. Látjátok, tud hátrafele is menni. Na, mit tud még a ugrani! Ugrani is tudjon? Miért csinálod a felugrót? Tényleg!
élet tud ugrani. Az állatvédelmi törvény jól szabályozza, kistestű, nagytestű állatoknak mennyi négyzetméter kell ahhoz, hogy jól érezzék magukat és az állat jólétnek megfeleljünk. Természetesen a felelős állattartásnál mindig elmondom azt, hogy az egy döntés, hogy tudunk-e vállalni állatot, és milyen körülmények közé tudjuk vállalni az állatokat. Pont a gyerekek edukációjában azt is bevezetjük, hogy nem fontos állatot tartanunk ahhoz egyébként, hogy mi állatszeretőek legyünk. Kimegyünk egy menhelyre, ott önkénteskedünk, vagy akár virtuálisan örökbefogadunk egy állatot, mind olyan tevékenység egyébként, ami az állatszeretetünket kifejezhetjük. Igen, sok olyan konfliktus is adódhat egyébként egy nem jó állattartásból, ami az állatbarátoknál is azt gondolom, hogy igen, sok kérdés merülhet fel. Én azt gondolom, hogy ha jól körültekintően járunk el, megnézzük azt, hogy milyen környezetbe visszük az állatot, akkor biztos vagyok benne, hogy jó döntést tudunk hozni. És még egyszer el szoktam mondani, ezzel nem vagyok mindig népszerű, de Magyarországon nem kötelező állatot tartani, aki viszont tart, az felelősséggel tartozik. Egy családból ki lehet emelni egy gyereket, hogyha nem megfelelően látják el. De például én azt látom, hogy a szomszédom az erkélyre kizár egy nagy testű kutyát, és egy kis erkélyen ugat, és egész nap ezt hallgatja egy egész utca, hogy a hatóságok ebben nem nagyon tudnak részt venni. Miközben én mondhatom azt, hogy egyébként itt állatvédőket kellene értesíteni. Ön szerint egyébként vannak-e ilyen jellegű problémák, az állatvédők tevékenyen részt tudnak-e venni ilyen problémák megoldásában? Én azt javaslom, hogy forduljon bizalom a jegyzőhöz, ő az első állatvédelmi hatóság, és hozzá lehet fordulni, és igenis be kell tartani azokat az állatvédelmi szabályokat, ami az állat jól észtehez kapcsolódik, ezt az állatvédelmi törvény jól körbeírja, úgyhogy igen, ilyenkor jelezni kell a jegyzőnek, és a jegyzőnek meg kell tennie, vagy a jegyző által megbízott embernek meg kell tennie, aki megvizsgálja az állat jólétet, és hogyha kell, akkor intézkedik ebbe az ügybe, akár azzal is, hogy eltiltja az állattartástól azokat a rendítés állattartókat, akik nem felelnek meg az állat jólétnek. Mit tart a legnagyobb lépésnek az elmúlt mondjuk 10-15 évben állatvédelem terén, amit elértünk? Nagyon sok lépést tudnék elmondani, de talán azt elmondhatjuk, hogy a magyar társadalom egy állatszerető társadalom, csak valamikor hiányzik az a tudás, hogy hogyan neveljünk felelősen egy állatot, és miket kell nekünk ez megtennünk. Ezért a legnagyobb lépésnek azt tartom, hogy az állatvédelmi témát el tudtuk indítani, és ennyi gyermeket be tudtunk vonni az edukációba. Itt tényleg csak a pedagógusoknak jár a köszönet, hiszen több mint 2000 oktatás intézmény csatlakozott ehhez, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős szám, és talán azt mutatja, hogy a jövőben egy olyan generáció felnőni, akikre a felelős állattartás ma alapfogalom. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket, akkor többek között demográfiai változásokról és a munkaerőpiac jövőjéről is szó lesz. Várjuk Önöket tehát akkor is, viszontlátásra!